tematikájában, 100%-ban magyar filmeket mutat be. Ugye több mint 30 filmmel készülünk a közönség számára, ezek közül a Zöme 2022-es filmalkotás, de lesznek premier előtti vetítéseink is. Nagy örömömre szolgál elmondani, hogy itt ül mellettem két kiváló magyar filmes szakember, Stort Natasa színésznő, akinek a Veszélyes lehet a fagyi című filmje benne lesz a Filmszüret programjában, és Natasa el fogja kísérni a filmet természetesen a Filmszüretre is, és majd lesz vele közönség találkozó. Amit még előzetesen szeretnék róla elárulni, hogy büszkeség szintén, hogy elvállalta idén a Filmszüret női védnöki szerepét, ami amellett, hogy eljön a közönség találkozóra, azt is jelenti, hogy nevével és arcával és gondolati úton beáll a Filmszüret mögé. És hát ha elmondhatjuk, és nem akarlak zavarba hozni, de ebben a filmben nyújtott alakításáért a New York-i filmhéten elnyerte a legjobb színésznő díját, amiért ezúton is gratulálunk Natasának. És itt van velünk Tiszeker Dániel filmrendező, aki pedig majd a Nyugati Nyaralás című filmet kíséri el a Filmszüretre közönség találkozóval. Érdekesség, hogy itt volt már ezzel a filmmel Dani nálunk, illetve ugye neki most a Nagy Karácsony című filmje, ami most nagyot fut a streamingen, a mozikban is akkor átfutott, hogy több mint 130 ezer ember nézte meg, és korábban a Soha véget nem érős című filmje, és nagy közönség siker volt, amely egyébként részben Debrecenben forgott, tehát az alkotó már dolgozott a városunkkal és a városunkban. Ő lett a Filmszüret idei férfi védnöke, és ezt szintén nagyon köszönöm neked, és köszönöm nektek, hogy beálltok a fesztivál mögé. Igazából lehet, hogy most mi köszönjük. Mi köszönjük, hogy itt lehetünk, és nagyon megtisztelő. Lehet át is adnám nektek a szót, Natasa, néhány gondolatot, ha megosztasz velünk. A kínálatot ugye nagyjából ismeritek, tehát tudjátok, hogy milyen filmek lesznek. Miket ajánlanál a nézőknek? Természetesen a saját filméteken túl, és azokat is ajánlani kell, hogy ne hagyjanak ki, milyen közönségtalálkozóra invitálnátok őket, vagy mit nézzenek meg, ami igazából csak film, és nem közönségtalálkozó. Azt gondolom, hogy eleve csodálatos dolog, hogy a filmeknek szerveztek közönségtalálkozókat. Én is nagyon szeretek járni, és fantasztikus, hogy azok az arcok, akiket bekeretezve látunk, egyszer csak megjelennek ott a térben. Úgyhogy a közönségtalálkozó szerintem mindig jó. Talán a Larryt emelném ki a filmek közül, de annyiban igazságtalanul, hogy valószínűleg mindegyiket nagyon jó megnézni. Elképesztő, hogy van egy olyan fesztivál, ami magyar filmeket sorakoztat föl, úgyhogy tényleg minden elismerésem, hogy ezt így évről évre össze tudjátok hozni. Nagyon, nagyon klassz dolog magyarként magyar filmeket nézni, mert egyrészt ez egy olyan dolog, ami itt készül, itt és most nekünk, magyar embereknek, és valahogy a mi valóságunkról mond el valami, olyan dolgot, amit az a rendező fontosnak tartott. A 83 ezer az egy nagyon nagy büszkeség, hogy tényleg a mi filmünkre voltak második év, tehát két év zsinórban kétszer a legkíváncsibbak a nézők, és ez egy óriási dolog, de azt gondolom, hogy az, hogy nincs 100 000-et elérő magyar film, az egy szomorú dolog, és ez egy nagyon üdvös dolog, hogy most egy olyan helyen vagyunk, ahol viszont a magyar filmet mindig ünnepeljük, mert ez a terem, ez egy filmszínház, és ez csodálatos dolog, tényleg a nézők nagy része természetesen a Pláza mozikból jön ki, és nem szabad rájuk semmi rosszat mondani, de amikor megérkezik az ember, 2,5 órát ideutazik, beül egy ilyen terembe, tele van a terem, és egyszerűen, mint egy színházban halljuk egymás reakcióját, a nevetést, ahol meg kell hatódni, ott meghatódnak egyszerűen a nézők. Olyan összehasonlíthatatlan atmoszférája van ennek a teremnek, hogy az ország szerintem top 3 terme, ezt most komolyan mondom, és mindig fantasztikus ide visszajönni.